kárpátaljai magyar sört is csapoltak a negyedik alkalommal megrendezett Munkácsi Sörfesztiválon, ahol idén 10 sörkészítő termékeit kóstolhatták meg a látogatók. Sipos János beregszászi sörkészítő 6 féle ízesítésű sörrel érkezett, és elhozta a legújabb készítményét is. A fesztiválra főztünk tavaly is egy ilyen búzasört próbára, de most megpróbáltunk még egy finomabbat csinálni, és ahogy látom a fesztiválon, eléggé tetszik az embereknek, úgyhogy szerintem, ha minden jó lesz, akkor ezt a nagy közönség elő is be fogjuk vinni. A sörkészítés hagyománya itt Kárpátalján is a régmúltban nyúlik vissza. Még II. Rákóczi Ferenc honosította meg, 1701-ben sörfőzdét alapított a mai Munkácsi járásban található Poderingben, amit a vidék későbbi urai, a sönbornok tovább működtettek. Szép jó napot! Sipos János, a beregszászi sörkészítő üzem tulajdonosa irodájában éppen a napi ügyintézéssel foglalkozik. Miközben Ukrajnában 2013-tól súlyos gazdasági krízis kezdődött, az országban vállalkozások sorra zártak be, addig János egy tönkrement sörüzem újjáélesztésén kezdett dolgozni. Azt is tudta, hogy a családi vállalkozás sikere nem csak a pénzen múlik, jó mesterekre is szükség van, így olyan szakembereket kutatott fel, akik már értettek a sörfőzés tudományához. Úgy gondoltuk, hogy ha egyszer valami már csillogott, akkor ezt meg lehet még jobban csillogtatni, és azok a sörfőző mesterek, akik ezeket csinálták, mi megpróbáltuk őket megkeresni. Bányai István elismert sörkészítő, 27 éve foglalkozik ezzel a mesterséggel. A megbecsült szakember az üzembe indításakor elsőként kapott munkát. István szerint a jó sör minősége nem csak a kiváló alapanyagon és szakértelmen múlik, de azon is, hogy aki készíti, az szeresse ezt a munkát. Dísz kell, jó alapanyag, balátám, mi úgy mondjuk, jó kumlau, és kész, és élesztő. Meg szeretett hozzá, hogy csinálni. A sörgyártásának 4 fő lépése van. A malátázás, cefrézés, komlózás és az erjesztés. Úgy tartják, hogy az erjedés adja meg a sör lelkét, minél hosszabb ideig érlelődik, annál harmonikusabb lesz az íze. A minőségre nagyon oda kell figyelni, mert 1 millió és 1 sörfajta létezik és a Ukrajnában. Mivel Ukrajnára termelünk az ukrán piacra, és nem nagy mennyiségben, és így a sörmennyiség és minőséget nekünk nagyon egálba kell tartanunk. Az üzembeindításakor először csak kis mennyiséget termeltek, ma azonban már 65 ezer liter sört készítenek havonta. A vállalkozás 30 embernek ad munkát, a tulajdonos persze továbbra is a fejlesztéseken gondolkodik, ami magyarországi pályázati lehetőségek nélkül nehezen valósulhatna meg. Az anyaországtól nagyon nagy segítséget kaptunk ebben, megpályáztunk, pályázatilag nyertünk. Nagyon szépen köszönjük nekik ezt az egész lehetőséget, hogy ezen részt vettünk, mint külhoni magyarok. Igen, nagyon sok tervünk van még a területen belül. Szeretnénk még új csarnokat építeni, raktárakat, töltősorokat, és olyan részlegeket még fejleszteni, ami igazából a minőség javítására szolgálnak. A beregszászi sörkészítő tudományát fiának, Ádámnak is át szeretné adni, aki édesapja hívó szavára 18 év után tért haza Kárpátaljára Magyarországról, hogy tovább vigye a családi vállalkozást. Ezeket a rendeléseket írtuk össze, megnézzük, hogy mennyi üveg érkezett be. Én mindenkinek azt mondom, aki úgymond külföldben gondolkodik, hogy nem ítélem el, miért is ítélném el, de én azt mondom, hogy aki itt el tudja adni magát, az annak nem kell innen elmennie. A Sipos család tehát megtalálta a szülőföldön való boldogulás útját. Munkahelyet teremtettek a környezetükben élők számára, ráadásul úgy, hogy közben egy olyan ősi mesterséget próbálnak mai, korszerű technikával minőségi színvonalra fejleszteni, ami már kihaló félben van a kárpátaljai magyarság körében. Rövidesen régi elfeledett mesterségek nyomába indulunk Székelyföldön.